Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. Ez a Füge és Citrom YouTube csatorna. Én pedig Viki vagyok. Én hoztam létre ezt a csatornát, és ez az én kis életemről szól. Minden napjaimról, a hétköznapokról. Ezeket mutatom be nektek. És most pedig egy olyan videóval jöttem hozzátok, amit már, amikor fogtok látni, mikor kikerül a csatornára, akkor már ez az akció lejárt, ugyan, de mégis szeretném megmutatni nektek, hogy miket szermányoltam. Itt egy nagy halomruha, és szeretném nektek megmutatni, hogy én ezeket hol szereztem be, és mennyiért. Nagyon-nagyon szuper áron, kedvező áron. Nos, ide lepakolom magam mellé. Szokás szerint ide a székre lepakolom magam mellé a cuccokat. Ez az akció, ez a Hádában most máig volt, és tegnap estig, másodika estig volt, így 50%-on voltak leárazva a ruhaneműk, meg minden lakástechnika, meg minden, ami a Háda üzletekben van. Én már egyszer ezt kihasználtam a hónap elején, és most nem bírtam magammal, és bementem, hogy még így az utolsó pillanatokban még hát találok valamit, és nagyon-nagyon örülök neki, mert találtam. Valamint voltam az Oceanben is, ilyen téli szezonvégi kiárusítás volt, és ott is találtam magamnak egy-két dolgot, mindjárt megmutatom nektek, hogy miket sikerült szermányolnom. Úgyhogy most úgy fogok haladni, úgy szeretnék haladni, ami mondjuk a leginkább tetszik-től a brutál, überbrutál szerelemig. Na hát ez egy Hádás felső, az első, amit szeretnék nektek megmutatni, egy George, vagy hogy kell kimondani, márkájú Hádás felső. Ez egy semmi, egy extra vékony kis pamutanyag, egyszerű nyári vetfelke, egy kis bitang kisfiú mellé, játszósnak tökéletesen megfelel nekem itthonra, úgyhogy ez egy egyszerű darab, semmi extra. Mutatom még a Hádásokat, hogy mik voltak még itt a Hádában. Ez, hát én nem tudom, én nagyon szeretem a csíkosat. Ez egy vintage feliratú, hát gondolom az a márkája, én annyira nem ismerem, hogy őszinte legyek, ez van ide beleírva. Ez egy ilyen csíkos póló, kicsit ilyen tengeri stílusra hajaz, és ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Az ujja pedig nem egészen hosszú, hanem csak ilyen kis, hát nem is háromnegyedes, de tehát nem egy olyan rendes hosszú ujjú. Azokat annyira nem is nagyon szeretem, mindig felhúzom, engem idegesít, hogyha nagyon hosszú az ujja a pólónak. Nagyon szeretem a csíkosat, szerintem jól is áll nekem, meg a világos színek szerintem nekem jól állnak, úgyhogy ez is jött velem haza. Ez a második, amit a Hádába turiztem. Akkor van még egy ilyen, ezt nem tudom, hogy mennyire fogjátok látni a színét. Nem annyira neonos, most én itt a kamerában elég neonosnak látom, nem igazán neonos egyébként, hanem inkább ilyen nagyon-nagyon szép, hát ilyen erős, sebb babarózsaszín, annak mondanám. Ennek egy ilyen hosszabb rövidúja van, tehát nem az a nagyon, az az átlagos rövidúja, hanem egy picit hosszabb, egy kicsit így a könyök hajlattól fentebb ér. Egy kicsit ilyen V-nyaka van, eléggé áttetsző az anyag, amint látjátok, tehát eléggé, viszont ez is ilyen tavasz-nyár időszakra gondoltam. Hát, most itthoninak igazából, tehát nem egy ilyen nagyon elmenős darab, de itthonra szerintem tökéletesen megfelel, mert amiket hordok már némelyik elég gombócos, meg nyúlott, meg fakó, meg valamelyik eltekeredett a mosásba, vagy a szárítógépbe, vagy bármi, úgyhogy így egy kis vérfrissítésnek jó lesz. A rózsaszint azt úgy is nagyon szeretem. Akkor mutatom még, hogy mi van itt Háda. Igen. Azt nézem, hogy egyetlen egy pulcsit szerintem én elhagytam menet közben, amikor jöttem idefelé. Szóval, ez az ing, a következő. Ez egy hosszú ujjú, nagyon kis vékony, kis lenge, laza, és rám jelen pillanatban kicsi ing.
De én olyan régen szeretnék egy inget magamnak. Egy kockás inget. Annyira szeretnék, és sose kapok. Mert mind ilyen 8-as, meg 10-es, meg 12-es méret, ilyen nanon picikék. Én meg azért annál jóval nagyobb vagyok, úgyhogy nem nagyon kapok magamra ilyen inget. Viszont ezt azért hoztam el, mert legalább az ujja, tehát a karja, az elég széles, úgyhogy azt fel tudom magamra húzni. Az nem kényelmetlen egyáltalán, nem szűk semmi. És hát annyi, hogy egy kicsit szűk, konkrétan hát 14-es méret, én meg 20-as vagyok. Tehát így hasban, azt kell, hogy mondjam, hogy nem ér be, körülbelül egy ennyi, 10-15 centi híja, hogy beérjen, de egy fehér, vagy egy egyszínű valamilyen trikót, hogyha aláveszek, és itt mell alatt összegombolom, majd fogok róla fényképet mutatni, teljesen hordható, teljesen elviselhető, teljesen, tehát semmi extra nincs benne szerintem. Ez egy Next felső amúgy, egy Next ingecske. Úgyhogy én nekem nem tudom, nekem nagyon tetszik, én nagyon örülök neki, kimondottan azért... Bocsánat. Azért is tetszik, mert hogy van egy ilyen, hát ez sem adja vissza a kamera, de ez a vékonyabb csíkozás, ami van benne, ez a narancsos, ez ilyen neonos. Úgyhogy ez nagyon-nagyon feldobja, nagyon tetszik. Szeretnék nektek mutatni. Az egy ilyen kötött pulcsi, amit, tehát egy ilyen nagyon erőteljes, nagyon-nagyon-nagyon lila színű, ilyen bordós lilás beütésű, de nekem nem tudom, nagyon szép. A kamera ezt sem adja vissza, mert amit én látok, tök pirosnak látom amúgy, de lila. Lila színű egyébként. Bő ujja van, ilyen nagyon bő ujja van, és itt egy kicsit itt vissza van hajtva, itt az ujja vége vissza van így csippant, oda van öltve. Ez egy ilyen szép kötésű, felsőbben úgy hívják az ilyet, azt hiszem, hogy crop top, amikor ilyen nagyon széles és rövid, tehát hogy ki van belőle a hassa az illetőnek. Na hát ez is olyan, csak ez pulóverbe, azt viszont nem tudom, hogy hívják ezt a stílust pulóverbe. Úgyhogy ez alá is egy trikót, hogyha felveszek, akkor tök vagány, hordható, és nagyon-nagyon, hát nagyon-nagyon szép színe van, és igazából sajnálom, hogy a kamera nem adja át, de egy ilyen nagyon-nagyon szép lila. Nagyon-nagyon szép lila. Ez pedig egy atmoszfér felső, és 18-as a mérete. Úgyhogy nagyon-nagyon cuki, majd erről is, hogyha sikerül, akkor csinálok fotót, csatolok hozzá. És akkor jön a két szerelem. Fú, gyerekek. Ehhez egy pulcsi. Mindjárt megkeresem, hogy hogy néz szembe. Ez is ez a George márkájú, vagy George, vagy nem tudom, hogy kimondani. Ez a... Látjátok? Ez a... Ilyen... Pihe, puha, mint egy plüss, nem tudom, mackó, vagy nyuszi, vagy valami. Ilyen nagyon-nagyon sejmes, puha. A színösszeállítása az pont az én műfajom. Tehát a lila, a szürke kékkel, tehát... Rózsaszín, ez nagyon-nagyon-nagyon vagány, nagyon vagány. Ez sima a pulóver, hosszú, jó, egy picit rövid a dereka, olyan fazon nyilván. Kicsit ilyen rövidített derekú, de teljesen, tehát nincs ki belőle a hasam, semmi. Úgyhogy tök jól hordható, és nagyon-nagyon kellemes, és olyan puha. Fú, gyere, nagyon-nagyon szeretem, nagyon-nagyon tetszik. Annyira tetszik, lehet, hogy most valaki azt mondja, hogy úristen, ez tök gagyi, meg hogy néz ez ki, meg nem tudom. De nem fogom lehet utcán hordani, mert én így pulóverben nem nagyon szoktam járni. Tehát én ilyen általában inkább ilyen sportosabb tucokba. Itt vagyok, csak kopogtak közben, aztán mennem kellett egy pillanatra. Szóval ezt nagyon-nagyon imádom. Nagyon-nagyon szeretem. Általában sportos cuccokba járok, így hétköznaponta meg, hát hogy a gyerekért szaladni, jönni, menni, az a célszerű, meg az a kézenfekvő, hogy nem ilyen nagyon cicababáson kiöltözve, de szerintem itthon, vagy tényleg egy-egy ilyen őszi napon felvenni, nagyon-nagyon, én nem tudom, nekem nagyon-nagyon tetszik, nem tudom, miért tetszik. És ami legjobb kedvencem, már a nyelvem is összeakadt benne, az pedig ő. Ezt nem tudom, meghalok, tehát ő.
Ez egy ilyen csíkos, itt a fehér, vagy inkább drappos. Ez a szín, ez nem csillogós, viszont a többibe flitterek vannak ebbe a barackvirág színben. Flitterek vannak, ilyen ejtett válló egy kicsit. Ha jól látom, akkor itt a szála meg van húzódva. Hát ez nagyon jó. Nagyon jó, na nem baj, ezt majd orvosoljuk. Úgyhogy ez egy ilyen laza kis felső, kis kötött felső. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Imádom, mikor én ezt megláttam, úristen, nem tudom. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy szerelem. És akkor úgy, ahogy ezeket mutatom, figyeljetek, egy pulcsi, kettő pulcsi, három pulcsi. Na, úgy ezt oldalra teszem, három pulcsi, az ing, a negyedik, 5, 6, 7. Ezért fizettem 3200 forintot. 3200 forintot szerintem totálisan megérte. Aztán, amit mondtam még az elején, hogy voltam az Oceanben is, az Oceanben pedig ilyen szezon végére kiárusítás, leárazás van, és ott vettem ezt, ami elsőre azt mondja, azt is mondhatná az ember, hogy ilyen otthonka stílus. Ez egy itt a vállánál, nézzétek, ilyen lukacsos, fel van hajtva az ujja, tök cuki amúgy. Ezeket a vízbaszokat én ki fogom szedni, mert ezek nekem állandóan kijönnek, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Inextenzó nyilván, mert ósonos. V-nyakú, nagyon könnyed, nagyon laza, nagyon nyári anyag. A dereka az húzott, gumi van benne, ilyen jó kis rugalmas, meg van ott egy ilyen kis csörgő-börgő csap, és akkor ilyen tunika jellegű, így hát végülis a fenekem nincs ki belőle, hogyha csak ez van rajta. Itt pedig ilyen gombok, nem tudom mennyire látható, nagyon beleolvadnak, de gombok vannak benne, vagy rajta, és igenis szét is lehet gombolni, csak nem díszgombok, hanem szét is lehet gombolni. Ez picit szűk rám, igazából így farba, csípőbe, ott vagyok egy csöppet erősebb, úgyhogy, tehát ott egy kicsit szűk rám, mert 48-as méret amúgy. De mivel most állok életmódváltás előtt, úgy vagyok vele, hogy hát, ha bele vagyok annyira, hogy tudjam kényelmesen hordani. És tényleg, tehát nem akarom mutogatni a lábamat így utcán benne, tehát ilyen mini ruhákban nem fogok járni, de tényleg, tehát egy horgászatra felvenni, hogy mégis egy kis lenge, valami van rajtam, de mégsem azt, hogy teljesen tehát olyan nagyon meleg volna, hanem egy kis szellős, mint annak idén gyerekkoromban, nem tudom, nektek voltak anyukátoknak olyan, hogy pólóruha. Olyan volt, hogy egy póló, csak ilyen hosszított fazon volt. Anyukámnak volt, ő nagyon szerette otthonra nyáron az olyanokat. Hát mondjuk én is ezt egy ilyen kategóriának tudom elképzelni, pólóruha, mondjuk. Úgyhogy, ja igen, és a lényeget nem mondom, hogy 1000 forintért vettem. 1000 forintért. És 5490 forint volt az eredeti ára. Csarra volt 1000 fönttel elárazva, úgyhogy jött. Aztán vettem még 2 darab pólót. Az Oceanbe, szintén a téli leárazások alkalmából, vagy alkalmával, vagy hogy mondjam, tehát abból kifolyólag, hát hogy látjátok jól, gold, az van ráírva. És hogyha átsimózzuk ezt a simózni való flittereket, akkor pedig egy ilyen cikszak vonal jön ki belőle. Az egyik XXL-es, ez a nagyobbik, ez egy kicsit lazább, olyan bővebb rám, ugye, ez az XXL-es. Ez sima, fehér, semmi extra hosszújú póló. A másik pedig, ez XL-es, ez már nem volt XXL-esbe, de az XL-es is jó, csak egy kicsit szűkebb. Ezen pedig az van, hogy black, és szintén ilyen hullámvonal, hogy hát fordítjuk a flittereket. Ez is szintén ugyanúgy hosszújú, ez egy kicsit valamivel szűkebb rám, de 4000 forint, 3999 forint helyett jött haza velem 1000 forintért. Tehát ez mind a három, ez 1000 forint volt. Úgyhogy én szerintem jó vásárt csináltam, most egyelőre nem fogok venni semmit, hanem szeretném a gardróbomat átszanálni, mert nagyon sok ruhám van, olyan, amit sajnálok igazából kidobni, mert annyira szívemhez nőtt, de már olyan ocsmány némelyik, már annyira ki van nyúlva, tekeredve, meg tényleg, tehát
úgyhogy szeretném átszalálni, és akkor ilyen szebbeket, újabbakat hordani. Úgyhogy ez lett volna az én kis Háda Ocean Haul videóm. Hát nagyon örülök neki, hogyha megnéztétek, és várlak titeket legközelebb is a következő videóm megnézésére. Hogyha tetszett nektek, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és akkor találkozunk legközelebb. Addig is minden jót nektek, legyetek jók, puszi, sziasztok!